bemutatott termék, HU 505-ös típusú Ethernet modul, azaz internet modul. Ebből létezik HU 500 típusú, az egy régebbi fajtájú. Gyakorlatilag ebben az esetben, amikor egy HU 37R-es automata dagolós kazánvezérlővel mutatjuk be, az alapvető funkciók ugyanazok, mint a HU 500-as Ethernet modulnál. Maga az Ethernet modul, mint látható itt a felvételen is, egy ekkora kis dobozból áll, amelyben becsatlakoztatható az internet hálózat, illetve a tápegységnek a hálózata, valamint egy kábellel csatlakoztatható, ezt követően az a vezérlőhöz, amelyről szeretnénk internetet, kapcsolatot létesíteni. Magát a modult lehet kábellel együtt a routerhez csatlakoztatni, illetve wifi-vel együtt is. A telepítésnél minden esetben ügyelni kell arra, hogy ugyanazra az eszközre legyen feltelepítve, ugyanarra a routerről működjön az Ethernet modul, amelyről regisztráljuk fel a szerkezetet is. Tehát lehetőség szerint az a legjobb, hogyha vezetékkel, kábellel rögzítjük a routerhez az Ethernet modult, illetve ugyanarra a routerről használjuk azt a számítógépet, amivel rögzítjük a hálózaton a készüléket. Maga a felregisztrálás egy egyszerű pár mozdulatból álló folyamat, amely benne van a használati útmutatóban. Miután regisztráltuk a készüléket, megfelelően bekapcsoltuk az adagolós kazánvezérlőn is azt, hogy internetes szobat vagy internetes kapcsolatra legyen alkalmas. Ezt követően gyakorlatilag jelszó megadásával beléphetünk a felületre, a honlapról. Felületen ezt követően ezt fogjuk látni. Magáról a felületről egyrészt követhetjük a kazánnak a hőmérsékletét, valamint ezt lehet állítani is, illetve követhetjük a HMV tartálynak a hőmérsékletét, mely szintén állítható. Itt most azért vannak különböző értékek, mivel ez egy asztalon nem működés közben elhelyezett, hanem csak így egy asztalon kipróbált készülékkel van összepárosítva az internet modul. Ezen kívül követhető az adagoló hőmérséklete, a ventilátornak a hőmérséklete, valamint külső hőmérséklet jeladó is, illetve a riasztási funkció is követhető. Beállítható még ezen belül az is, hogy milyen üzemmódban dolgozzon a vezérlő, illetve ugyanúgy, mint ami a vezérlőn beállításra kerül, a napóra, illetve különböző.